A Modern Városok programnak köszönhetően 1,2 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásból vásárolták vissza a Dunói város közepén elhelyezkedő volt Zöldrendelő épületét, melynek felújítása jelenleg is tart. Januárban, miután a helyi önkormányzat átadta az épületet a Fejér megyei kormányhivatalnak, a kivitelező megkezdte a munkálatokat. Csütörtökre a bontási fázisa végére ért és elkezdődött az építési szakasz. Ebből az alkalomból egy időkapszulát helyeztek el az épület bejáratától nem messze, amely tartalmazza többek között az épület látványtervét és az időkapszulát elhelyezők által aláírtok levelet is. Dr. Dorkota Lajos beszédében kiemelte a kormányhivatalok járási hivatalok fontosságát, lévén, hogy az intézményt a jelenleg város területén szétszórva elhelyezkedő kormányhivatal veszi majd igénybe. Létrejöttek a kormányhivatalok, majd létrejöttek a járások. A járások pedig visszaállították azt a jól működő közigazgatási rendszert, hogy az állampolgárok közvetlenül ott, ahol élnek és dolgoznak, tudják intézni az ügyeiket, és azok a vállalkozások egyébként, akik termelik a jövedelmet, biztosítják a és bevételét, pedig nem hónapokig kilométereket, sok kilométert utazva tudják elintézni a szükséges engedélyeket, hanem közvetlenül a környezetünkben hozzájuthatnak, azaz mindenki megelégedésére kormányhivatal, járási hivatalok rendszere kiépült. A mai kormányhivatal már jóval több feladatot lát el, mint a kezdetkor, év mint év megerősödtek, év mint év több feladatot kaptak, ehhez viszont megfelelő hátteret kellett biztosítani. Galambos Dénes elmondta büszke arra, hogy Fejér megye második legnagyobb járása folyamatosan kiváló munkát végez. Ráadásul a saját választókerületét nagy részben ezek a fejlődő települések teszik ki. Biztosította a megjelent polgármestereket arról, hogy hatáskörükből a későbbiekben sem vonnak el. Elmondása szerint az erőforrások koncentrálásával és hatáskörök telepítésével kellett szorgalmazni, hogy ebben a megújuló épületben legyen lehet az állampolgároknak minél gyorsabban és korszerűbben az ügyintézésre. Az önkormányzatoktól semmilyen koncepcióban, semmilyen elképzeléssel, semmilyen ötlettel vezérelve sem kívánunk semmilyen olyan hatáskölt elvonni, ráadásul nem szeretnék az önkormányzatoknak sem a 2000 alatti, sem az 5000 alatti létszámúaknak az önkormányzatiságát csorbítani. 2019-ben önkormányzati választások lesznek, nem lesz változás az önkormányzatiságban. Mi azt, arra tettünk hitet, hogy az önkormányzatokat megszabadítva az adósságaitól a topos programokban és a fejlesztési programokban forrást adjunk. Ezen kell dolgozniuk a helyi önkormányzatoknak, és ehhez kell ennek a választott is viselőik a polgármesterrel, és élőkön a hivatalvezetővel, a, a jegyzővel. A tervek szerint, amennyiben az időjárás nem szól közben, még idén, 2018 végén átadhatják a teljesen felújított épületet.